Reinhard Krüger a következő kérdést tette föl, miután körülbelül 50 éve minden egyes, hetente egy estét egy szenvedélybetegekkel foglalkozó csoportban tölt. Nem ő vezeti, hanem ott van. Évtizedek óta. Azt kérdezte tőlünk, hogy a tojás héj a fenekünkön segítőktől, hogy mondják meg, legyenek kedvesek, hogy egy szenvedélybetegnek, egy alkoholbetegnek mi az igazi problémája? Az igazi. A problémája. Önértékelési probléma. Akarat gyengeség. Önbecsülési probléma. Értékes kapcsolatok hiánya. Ahogy alkohollal akarja megoldani. Motiváció hiánya. Tényleg így van. Azt mondja Reinhard Krüger, mi pontosan ugyanezt csináltuk, csak több idegen szót használtunk. És erről azt mondta, a szenvedélybeteg, az alkoholbeteg problémája a szenvedélybetegsége. És erre mi azt gondoljuk, hogy ez egy nevetséges, lehetetlen, primitív mondat, és közben ez a lényeg. Mert miről van szó? Arról, hogy amikor az alkoholbeteg, akinek a személyiségében zavar van, elkezd inni azért, mert a főnöke kiabált vele, aztán még iszik, mert a munkatársai nem segítettek neki, aztán még iszik, mert nem ültek oda az asztalhoz, ahol ő ült, aztán még iszik, mert kapott ennyi munkát, úgy érzi, hogy szorong, hogy nem bírja majd megcsinálni, akkor még iszik, mert utána hazamegy, és a feleség, ha látom, hogy itt áll, akkor mindent vagy semmit logika elborítja, akkor aztán jöjjön a unikum. És erre mi azt mondjuk, amit az alkoholbeteg mond. Úgy is gondolkozunk, mint az alkoholbeteg. Mert azt mondjuk, azért iszik, mert egy csomó problémája van. És amikor mi elhisszük azt, amit egy alkoholbeteg mond, akkor pontosan úgy gondolkodunk, mint egy szenvedélybeteg. És mindig megtörténik egy fordulat, amikor egy szenvedélybeteg valódi problémája nem az, amiért iszik, hanem maga a szenvedély betegsége a problémája. Vagyis az, amivel a problémáit meg akarta oldani. A szenvedélybeteg az alkollal, vagy a függőségének a tárgyával akarja megoldani a szorongását, a félelmét, az önbecsülés, az elét, és egy pont után nem ezek a problémái, hanem a függősége. Ez annyira százalékosan így van, hogy arra voltak kíváncsiak, hogy amikor valaki alkoholbeteg, függő életmódot él, és közben depressziós, ez egy német kutatás, ugye Reinhard Krügertől, nem ő végezte, hanem ő hozta. Arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik akkor, amikor egy szenvedélybeteg azt mondja, jó van, iszom én, hát de közben nincs erőm fölkelni, és elmondja a depressziós embernek az összes fájdalmát. És akkor a segítő azt mondja, jó van, hát akkor két problémát látok, ugye az egyik a depresszió, a másik a szenvedélybetegség, hát gyógyítsuk ki a depresszióból, majd nem fog inni. Nem, akkor jobb lesz az élet, és akkor nem lesz már annyi oka. Mit gondoltok, hány százalék a gyógyulási eredménye annak, amikor egy szenvedélybeteg embernek, aki depressziós is, a depressziójával foglalkozunk? Nulla. És amikor egy szenvedélybeteg ember, aki depressziós is, foglalkozunk a szenvedélybetegségével, ami az ő igazi problémája, ami tulajdonképpen az ő megoldási kísérlete az élete nyomorúságaira.
és ő leteszi az alkoholt, akkor a depresszió 30-40%-ban magától megszűnik. Mert megszüntette azt a, így mondom, megoldását, amitől elkezdett igazán és egyre rosszabbul lenni. Hiszen amikor a szenvedélybeteg úgy érzi, hogy nem szeretik, hogy túl nagy a stressz, hogy egyedül van, hogy ezek kétségkívül nehézségek. De amitől igazán rosszul lesz a megoldási kísérletei.